Na, akkor én bele folytatnám is ezt a dolgot. Tehát én biztosan nem így történne, én úgy emlékszem vissza a saját 14-15 éves koromra, mintha előtt egy tabula ráza lett volna, tehát mint a gimiben alakították volna át az agyam, egy konkrét tanára gondolok, aki téged is tanított, meg az osztálytársaim, meg stb. És nagyon sokszor gondolok arra, hogy iszonyat mázik el ahhoz, hogy oké, hozunk a szülői házba egy csomó dolgot, ki többet, ki kevesebbet, de nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy a jó kérdéseket kap meg a jó irányokat, a jó rugásokat, és nekem nagyon nagy szerencsém volt. Nem tudom, hogy tehát ezzel mennyire értesz egyet, hogy nagyon meghatároznak ezek a tabula ráza utáni, vagy egyetem? Hát a tabula ráza, nem tudom, tehát én egészen 20-valány éves koromig egy Csipke Rózsika álmot értem, úgyhogy igen, kicsit máshogy értem én az életemet. Egyébként valóban, tehát az, hogy az ember kikkel találkozik retten, és meg határozó, és hogyha szerencséd van, akkor olyan tanárokat találkozol még fiatal korodban, amikor még a legfogékonyabb vagy, akik tényleg életre szólóan meghatározzák az irányaidat. Ha konkrétan akarok a te tanárodra, aki az én tanárom is volt, hát nálam ilyen, ő aztán abszolút nem volt ez, akit te mondasz, sőt, ez a elrettentő, elriasztó példa. De igen, nagyon-nagyon fontos. Tehát így az ember megy jobbra, és akkor jön valaki, aki miatt aztán elindul balfelé, és aztán tényleg iszonyat meghatározó, és nagyon fontos lenne. Ugyanilyenek egyébként nagyszülők, vagy tehát bárki, akivel találkozol az életben.